A Gyáli útról a Toronyház utca 3/B szám alá költözött a fogorvosi rendelő a József Attila lakótelepiek legnagyobb örömére, hiszen sokkal közelebb került a lakosokhoz a betegellátás. Kisebb kihagyás után február óta üzemel és várja a betegeket a korszerűsített rendelő. Ezzel együttemben mi gyakorlatilag fel is újítottuk a rendelőinket, tehát az eszközállományt azt szinte mindegyikünk, tehát az összes praxis ugye igyekezett úgy kialakítani, hogy a kor követelményeinek megfeleljen. Egyrészt ugye a környezet miatt is, másrészt meg hát ugye szükséges most már azért a légkondicionálóval ellátott rendelő. Ugye a műszerparkot felújítottuk, hogy ez is megfeleljen, áthúzattuk a székeket, ha arról volt szó, ez mondjuk például egy teljesen új darab, úgyhogy természetesen hát ebben azért aktívan részt kellett, hogy vegyünk. A megújult fogorvosi rendelőben 3 orvos 11-12 ezer beteget lát el a József Attila lakótelepet és szűkebb környezetét beleértve. A költözést és a felújítást Ferencváros önkormányzata finanszírozta. Hát maga a beruházás az kb. 70-72 millió forint volt, ezt a Ferencváros önkormányzat által, és most ilyen eszközbeszerzéseket próbálunk majd a zárszámadás során panorámarőgent próbálunk majd ide beszereztetni, hogy ezzel is komfortosabbá tegyük magát az egész rendelést és az egész fogászatot. Ugyanaz a rendelési idő maradt, így változatlan időpontokba várják a betegeket az orvosok. József Attila lakótelep városrészi önkormányzata rendesülést tartott március 12-én a József Attila lakótelepi közösségi házban, melyen tárgyalták többek között az M3-os metróvonal felújításával kapcsolatos felszíni metró megállók felújításának kérdését is.